Németh Zsolt és Németh Zsuzsanna 6 gyermeket nevelnek. Azért költöztek Dombóvárra, hogy barátokra találjanak, hogy a hasonló kihívásokkal küzdő családokkal összefogjanak. Segítsék egymás mindennapjait és előnyt kovácsoljanak azokból a tapasztalatokból, amelyet szülőként átéltek a napi feladatok során. Úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, holott mindenhol azt halljuk, hogy milyen sokan a családos, és sok gyerek és minden, és nem is, mégis úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Visszaköltöztünk Dombóvárra. Felvettem a kapcsolatot a pécsi régió vezetőnkkel, ahova tartozunk, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének régióvezetőjét, vele kapcsolatot, és ő javasolt, hogy alakítsunk egy csoportot. Nagyon rossz az, amikor az ember tömegben van, és mégis egyedül. Tehát olyan, mint ami Néma Sikóhoz tudnám hasonlítani. És elkezdtünk szerveződni. Szeptemberben tartották alakuló rendezvényüket, és az időszerűség fokmérője, hogy azóta is folyamatosan bővül a létszámuk. Nem csak dombóvári családok jelentkeztek, hanem Kurdról, Kesszőhidegkútról, Hőgyészről is csatlakoztak a nagy családosok. Végül is egy gyerektől is lehet félni, de én úgy gondolom, hogy ezt mindenki magában kell elrendezze, hogy mennyire felkészült egyáltalán a gyerekre, de hogyha egy gyerek van, akkor már úgymond nincs akadály. Úgyhogy mi is így voltunk ezzel, úgyhogy nem terveztünk nagy családot, de így alakult. Mondja az apuka, Németh Zsolt, aki amellett, hogy tevékenyen kiveszi részét a gyerekek nevelésében, még cselkész csapatot is szervez, ahová nem csak a fiatalokat szeretné behívni, de szívesen látná maga korabelieket is. Az új nagycsaládos egyesület persze nekilátott a közös programszervezésnek, de mint minden mást, ezt is felülírta a járvány. De az ünnepek előtt a nagycsaládos apukák összefogtak. A helyi civil szervezetek és az önkormányzat segítségével megvalósítottuk, múltat idéztünk Miklós püspök által. Tehát kicsit életre hívtuk, mert két lelkes apukánk vállalta azt, hogy csoport gyermekeinek eljuttatják a Mikulás csomagot, természetesen betartva a járványügyi előírásokat. Tehát mindenhova bekopogtattak a gyerekeinkhez, tehát a tagcsaládok gyermekeihez, akik kérték, és szinte mindenki kérte, hogy menjen el a télapóhoz, a Mikulás, bocsánat. És bekopogtattak, és mindenhol mosolyogtak, és kacagtak, és a szülőknek a visszajelzés, hogy ebbe a szomorú időhelyzetben is mégis a gyerekek mosolyogtak. Tehát, és a felnőttek is egy kicsit, és a két télapó Mikulás apukánk is. Tehát ők is pozitív tapasztalattal tértek haza. Karácsonyra szerveztünk egy olyat, hogy mint az iskolában volt, hogy húztuk egymás nevét. Itt is a tagcsaládok egymást virtuálisan kihúztuk, és ment mindenkinek, egy plusz csomagot volt a fa alatt. Ezzel kicsit meg is ismertük jobban egymást, a másik családon, mert ugye nem volt rá lehetőségünk, hogy megismerkedjünk személyesen, de így mégis kicsit jobban megismertük egymást, és innen is pozitív visszajelzések érkeztek valamint. Elindult a csoportunkban egy olyan, hogy a babaruhákkal kezdtek anyukák egymáson nem üzletelni, hanem ajándékozni. Vagy hogyha valahol tartós élelmiszer, tehát hogy valahol láttuk, hogy szükség van tagcsaládon. És itt hozzátenném, hogy nem csak tagcsaládok, hanem van olyan családunk, akik úgy gondolták, hogy kicsit nyúljunk messzebb, nem csak nagycsaládosok, hanem egyáltalán gyerekesek vagy idősek egyedülállók körében. És meglepték őket karácsonyra, tehát csomagokat vittek, és ez teljesen mind spontán szerveződés, mert érezték azt, hogy így egységben erősek vagyunk. Valószínűleg most tavasz lesz az, hogy az áttörés, hogy tudunk úgymond ilyen magán óvodákat csinálni erre a célra, hogy ha valakinek dolga van, színházba akar menni, ugye másikra vigyáz, vagy egy helyen vannak addig a gyerekek. Ez nyáron, tavasszal jobban kivitelezhető, a télben be vagyunk zárva valamennyire télen. Elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki belevágjon a nagycsaládos létbe, mert folyamatosan gondoskodni kell és folyamatos jelenlétet igényel, mondja Németh Zsuzsa. A dombóvári nagycsaládosok bizakodnak. Szeretnének jövőre programot, kirándulást szervezni, ahová nem csak a nagycsaládosokat, hanem a dombóvári és környékbeli családokat is szívesen várják.